A legfontosabb tanulság a mérkőzésnek lesz, mindenki tudja, hogy a rúgott gól nélkül még senki sem tudott egy mérkőzést megnyerni. Természetesen ez a bravúr ma nekünk sem sikerülhetett éppen emiatt. A helyzet kialakítás önmagában sem mond semmit egy csapat teljesítményről. Ha eredményről beszélünk, mindig a lőtt gólok számítanak. Ez ma a Paksnak sikerült, és 1-0-ra megnyerték ezt a mérkőzést. Köszönöm szépen, Tomislav. Mindjárt kérlek. Meccs előtt tudtunk, hogy Diósdén egy jó csapat, soroltam a játékosot is. Néztük múlt héten egy gyönyörű meccset, amit játszották. Mink pedig két meccset játszottunk, ahol nem hasonlítottunk a csapatra, akivel csináltam felkészülést. Persze, azt tudtam, hogy van sok minden oka, és már ma nagyon fegyelmezetet játszottunk elsősorban, és már ma mink választottunk a Diósdén játékra, nem saját játékát produkáltuk, ahogy szoktunk, és ebben sikeres voltunk, lezártunk a terület, láttuk ezt a kontrát, fél kontrát, szerencsére tudtuk rúgni gól jó időben. Volt egy, még egy-kettő Lázak Jani második fél időben, ami teljesen zicser volt. Szóval igyekeztünk pontot vagy pontokat szerezni, sikerült. Gratulálom a csapatnak a nagy harcra, a fegyelmező játékra, és nem volt könnyű nekünk 6 nap alatt 3 mérkőzés ilyen talajon játszani. Máma jó volt, de előzőti két meccset nagyon nehéz volt, és van nekünk egy pár idősebb játékos is, abba attól is ez a siker tényleg egy öröm okozott. Diósdénnek tényleg tiszta szívből kívánom minden jót, nekünk pedig most jár egy kis öröm is. Gratulálom a csapatnak. Köszönöm szépen!